Orosz gyógyító tudások és technológiák. Jó ideje tart már sorozatunk, amely a Kolcov tudásról szól. Megismerkedtünk a professzorral, a különleges Kolcov lapokkal és számos kiegészítővel. Most legyen ez a mai műsor egy kicsi összefoglaló, hiszen annyi Kolcov lapról beszéltünk már, hogy itt az ideje, hogy azt is megtudjuk, milyen is a gyakorlati felhasználása. Nagy szeretettel üdvözlöm itt a stúdióban Kádeák Árpád, litoterapeuta, életvitel tanácsadó, és köszönjük szépen, hogy ismét itt van, és tanít minket, magyaráz. Akkor kezdjük el, hogy mit is értünk az alatt, hogy gyakorlati felhasználás témakörünkkel most már elég régóta foglalkozunk. Tehát az elmúlt egy évben azért nagyon sok videót csináltunk, amiben sikerült bemutatni a sorozatokat, az eszközöket, hogy mi, mivel, hogy működik, hogy lett ez megalkotva, mi a működési alapja. Érdekes ez a témakör, mert nagyon sok kört meg tudunk vele érinteni, és ezáltal millió dolgot akár meg is tudunk oldani, tehát nem csak harmonizálunk valamilyen százalékban, hanem meg is tudunk oldani. Viszont most már akkora paletta van a kolcov eszközökből, és mellette foglalkozunk az orosz, orosz területeken lévő alternatív egyéb gyógymódokkal is, tehát egy elég komplex terápiát össze tudunk témakörönként állítani. Ezért szerettem volna arról beszélni, hogy hogy is van ez a kiválasszuk melyik eszközt és hogy, és hogy melyik mire jó, és hogy melyikre mi szükséges. Mert ez egy olyan témakör, amit elég nehezen lehet azért egy külső szemének, főleg aki akár most ismerkedett meg, megérteni és elkezdeni használnia. Én ennek nagyon örülök, mert ugye önök is kedves nézőink, sokan mondták, hogy hát nagyon-nagyon jó dolgok vannak, de sok olyan, mint egy útvesztő, és bár elmondtuk, hogy mindig tanácsot kell kérni a szakértőtől, most ezek szerint azért egy kis iránymutatást kapunk. Amiben tudunk segíteni, ahogy el volt mondva is, tehát nagyon sok alternatív tudással foglalkozok, több minden dolognak is a mestere vagyok. Ez nem csak a lapokra vonatkozik, hanem egyéb szellemtudományok, orosz alternatív módszerek, amiket Oroszországban tanítanak. Mellette litoterapeuta is vagyok, ami a kövekkel való gyógyítást foglalja egyben. Ezzel, ezen belül foglalkozok még számisztikával, azt mondom, hogy minden esetben nagyon fontos az, hogy a személy, aki nálunk jelentkezik, az előtte gondolja át, hogy mik azok a témakörök, amik neki az életében problémát okoznak. Na most ez lehet, tehát mivel, hogy természetgyógyászok vagyunk, tehát a természetnek az energiáival, meg azoknak az adott anyagaival foglalkozunk, és ezeket is használjuk, de emellett használjuk a tudomány által fejlesztett újabb technológiákat. Ezen kívül, tehát főleg a kolcovnak az eszközeivel, de nagyon sok más olyan témakör is, tehát például, ha beszélünk a Lehovszkinak a, a Tesla gépéről, amelyik azzal foglalkozik, hogy felőrösíti nagyon gyorsan az immunrendszert, mert sejtöltésekkel foglalkozik, vagy a Rife-terápiáról, hogyha beszélünk, ami egy frekvenciaterápia, ezek is lehetnek olyan eszközök, amik egy telápiába bele tudnak épülni. Mondhatjuk azt, hogy ezek a Terápiák egymásra épülnek, vagy egymást kiegészítik, tehát sokszor több irányból kell foglalkozni az adott személyen. Mindenféleképpen a személynél azt kell megfogalmazni először, amit ő lát az életében. Tehát először a fizikai síkon. Milyen típusú betegség, milyen típusú probléma, milyen típusú gyengedség, milyen típusú érzelmessége van. Érzelmi. Ö, ö, nem, bocsánat, nem is. Bocsánat, kezdjük ezt újból, jó? Tehát először minden személynél, aki jelentkezik hozzánk, hogy ne veszítsünk el sok időt. Ezt megkérném, hogy először gondolja át azt, hogy az életében mi az a probléma, akár fizikai síkon, akár szellemi síkon, akár lelkületi síkon, akár érzelmi síkon, vagy érzeti síkon, amit ő úgy érez, hogy ez nem normális. Mert ezt mindenki tudja, hogy mi az, ami normális. A fizikai sík az az első, azt minden nap át tudjuk élni, mert uh, itt fáj, ott fáj, van egy ilyen betegség, jön egy ilyen betegség, jön, megy. Ez kísérheti az életünket akár, életünket akár elég hosszan, uh, és idővel el is tűnhet persze. Na most ezeket mind kellene tudjam, azt is, hogy mi volt előtte. Ez az első lépcső. A második lépcső a, az összes olyan. Uh, Megérzéseket, amiket önök éreznek. Tehát ö, érez most az elmúlt két évben itt valami furcsaságot. Például egy terhet, amir van a vállán, van a hátán, van a lapockáján, van a mellén, ami nyomja. Ö, szédül, ö, nem tud aludni. Ö, bármi más, ö, egyéb olyan típusú dolog, ö, amit úgy érzi, hogy ö, ö, feszülté teszi. Ö, nem érzi azt, hogy ö, nem tud dönteni. Például ezek is a tipikus problémák, nincs benne a harmónia, mert valami miért spanolt és feszül és föl tud robbanni. Nincs benne az érzés, akár melyik típusú érzés. Tehát ez lehet a szerelemtől, a szeretettől, a másik emberek iránti viszony felé. Elméletileg bármi ilyen, tehát valakinek van... Tehát ennek az adott személynek előtte van egy olyan problémája, hogy X személyek felé viszont a viszonya automatikusan spanolt. De miért nem tudja? Mert nincs rá oka? Tehát ezek mind olyan jelek, amik mutatnak valamit nekünk. Neki lehet, hogy nem, nagyon sokan ezzel leélik az életüket, azt mondják, jó, rendben, ez meg volt, mindez a probléma, nem tudunk vele mit csinálni, de tudunk vele mit csinálni. Tehát minden esetben tudunk a, a személynek az adott problémái, vagy ez lehet fizikai síkú, lehet szellemi síkú, lehet lelkületi síkú, lehet karmai síkú. Ez, ez egy, általában egy olyan személynek, aki ezt a műfajt, tehát még a természetgyógyászatot nem igazán érintette meg, vagy már keresett alternatív módszereket és használta, tehát ez az a mód, amin tudunk segíteni. Következő lépcső. Hogyha olyan személy, aki már használt ilyen eszközöket? Nincs olyan személy, aki idáig azt mondta volna, hogy valami nem használ. Tehát ez is érdekes. Tehát azért megjegyezném, hogy a világ 45 országában ott vagyunk ezzel az orosz eszközökkel, amit a féle kutatásokból került ki most már az elmúlt 15 évben. És mindenhol természetgyógyászok és egyéb alternatív gyógyítók használják. De most már elértünk oda is, hogy nagyon sokan klinikákon, tehát az USA-ban is és Oroszországban is használják ezeket az eszközöket. Érdekes, mert nem beszélnek erről sokat, mert ez azért egy olyan témakör, amelyik érdekeket sért. Uh -huh. De viszont én azt mondom, hogy meg tudunk velük érinteni olyan dolgokat, amiket semmi más. Tehát azt, hogy valakiben harmónia van vagy nincs, azt nem tudjuk mással megérinteni az, hogy valakinek a vállán van egy olyan terhelés, tehát lezsibbod az egyik karja, és érezi, hogy fáj, 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 és elkezd neki fájni, és nem tudja mitől. Tehát ezek a típusú dolgok, jó. nem azt mondom, hogy minden esetben, hogyha szervi elváltozás van, vagy az keringős. Nyilván vagy, más. tehát az más. De vannak ilyen esetek, és ezt nagyon sokszor az eszközeinkkel, akár fél óra alatt is le tudjuk csökkenteni, és több esetben ez előfordult, hogy egy nap alatt teljesen eltűnt. Tehát, ezek olyan, tehát ezekre általában veszünk egy jó gyógyszert, fájdalomcsillapítót. Hadd nem mondjam a többi más egyéb olyan témakört, ami mondjuk gyomron belül van. Tehát ez is nagyon fontos, mert a gyomorban az egészség. Egyébként a mostani fejlődéssel egyetértő belgyógyász orvosok például igenis mondják, hogy fizikai fájdalmat okozhatnak a lelki problémák, és még a lelki problémára is lehet gondolni az adott helyből, ahol éppen fáj. Így van. Például rákos eseteknél minden esetben összefügg a családi kapcsolatokkal a rák. Tehát ahol negatív családi kapcsolat van a család körében, abban az esetben általában a rák párhuzamosan kiszokott sokszor fejlődni. Nagyon ritkán vettünk észre olyan esetet, ahol ez nem állt fent. Mellette jó, vannak más extrém dolgok is, tehát mi foglalkozunk a karmákkal is. Tehát vannak eszközeink, amikkel ö, tudunk a karmán létrejött, tehát a karmákon előtte létrejött negatív lenyomatoknak a kiható hatásaira, a mostani életünkre, ezeket tudjuk manipulálni. Tehát úgy, hogy ezek elcsendesüljenek, és a negatív hatást ne hozzák el ide. Tehát ö, ez is olyan témakör, tehát ezzel konkurencia igazán nincsen. Még egy nagyon fontos dolog, ami nagyon fontos. És pedig? Azt, hogy amikor van egy problémája egy embernek, akit nem tud megoldani általában hagyományos orvosokkal, elmegy egy természetgyógyászhoz. Ebben a műfajban most már nagyon sok fajta módszer van. Tehát a rejkitől, a pránánágitól, a szellemgyógyászattól a nagyon sok dolgot az elmúlt húsz évben elérhetővé tettek részünkre, és úgy érzem, hogy Magyarországon elég nagy fejlődés is van. Tehát általában a nyugati társadalmakhoz képes, szerintem sokkal több a felemelkedett ember, aki már foglalkozik ezzel a témákkal, tehát már kinyitotta a szemét, és azt mondja, hogy nem csak az van, amit meg tudunk fogni. Na most, ezzel kapcsolatban nagyon fontos ezt megemlítenem, hogy ezek a, a tudások, akik megvannak X és Y embereknek, ezek, amikor megcsinál valaki egy kezelést erre a tisztításra, ezek ideig, óráig tudnak csak hatni. Mert a személy, ahogy elmegy holnap haza, az ő energia információs körébe visszakerül, ha nagy Isten még vannak olyan szokása is, amivel visszadobja saját magára ezeket az energiacsapdákat, és idővel visszaredekelj magát abba az állapotba, ahol volt. Ez nagyon sokszor egy hét alatt, hogy akár pár nap alatt is ez be tud következni. Na most, az eszközeinknél az, ami zseniális, hogy az eszközzel nem csak a folyadékot kezeljük, hanem már, hogyha lerakjuk magunk mellé, ez mindegyik úgy működik, mint egy rádióadó. Rajta van az az információs program, ami, ami a lapnak, vagy karkötőnek, vagy egyéb eszköznek a témaköre, és azt szórja, mint egy rádióadó. Azáltal, és van neki egy olyan eleme, ami itt egy itt levő, egy ilyen eternális energia. Egy ilyen örökké való, tehát nem kell tölteni. Tehát a rádiót be kell dugjuk egy áramforrásba, hogy az szórja azt a zenét. Ezt nem. Ezt letesszük, és ez szórja. Ezáltal mi nekünk sejtszinten már, és a folyadékok, bennünk levő folyadékunk elkezdenek úgy rezegni, tehát belekerülnek az a folyadékon keresztül, az összes szervünk rezgésébe, de ezek lehetnek -e a, a, teljesen az a, az agy, meg akármelyik pici részlet, mert azért a vér, meg a hajszálerek ezt elviszik. És ott bejön a sejteknek egy olyan rezgése, ami a információs rezgése, ami utána ezt az állapotot eltünteti, ami negatív, vagy bizonyos problémákat korrigál. És mindezt meg tudjuk úgy, úgy oldani, hogy nem kell elmennünk minden héten valakihez, uh -huh. vagy havonta, hanem ezekkel az eszközökkel mi használjuk ezt ma, holnap, holnap után, és az első 15 éve lettek kiadva, és a mai napig 100%-on működnek. Hogy mennyi lesz ennek a vége, nem tudjuk, de ezt tudjuk használni. Tehát akkor az a jó, hogy elmegy egy szaktanácsadóhoz, az eszközökkel viszont hazaviszi mindazt, amit ott tanult, megkapott, és azzal, hogy nézi a tévét, ott van mellette, és valójában egy folyamatos terápia alatt van. Így van. És ezt még azért mellé tenném, hogy nagyon sok eszköznél, például vannak a információs energiák, erről majd kicsit később beszélek, hogy melyik a témaköröket használ információban, vannak információs energiák lapokon, amik egyszerre csak egy embernek működnek az adott pillanatban. Tehát ezt úgy hívják, hogy ma a teurgikus csatorna kozmikus csatorna. Ez a majáknak egy régi tudása, körülbelül van 30 lap, ami használ, meg karkötő is egy-kettő, ilyen csatornákat. Itt az információ egyik része, egy fix csatorna, amire mi egy személy egyszerre rákapcsolódik, és azáltal az egy bizonyos harmonizációs folyamatot megindít. Tehát arra, mi a téma köre ennek a lapnak, vagy eszköznek, vagy karkötőnek. Tehát ezek az eszközök egyszer egy embernek működnek, de viszont, hogyha az az, az ember nem kéri, idővel nem fog neki kelleni, továbbadja a másiknak, van egy kis aktivizálási protokoll, amit meg kell csinálni, és utána arra épül fel a katon a kapcsolat, és csak annak csinálja. Tehát ezek kivételével az összes többi eszköz. Akár 50, akár 100 ember kérdezik, hogy mekkora vízmennyiséget tudunk megcsinálni. 5 köbmétert is meg tudunk vele csinálni. Tehát az információt bele fogja vinni 5 köbméter vízbe. 5 köbméter után is, de ez mondjuk nem szükséges maximum. Hát egy házi használatra, nem is. Mezőgazdasági termelésnél, na értem, hogy ott állatoknál. Is. Tehát vannak uh -huh. lapok, például zóvita, például flóra és fauna, amik a növényekkel foglalkoznak. A zóita az az állatokkal. Tehát ezek, tehát itt is belette beletesz bizonyítva, tehát ez, ez talán ez is egy olyan bizonyíték, tehát erre vannak gazdaságok Oroszországban, amik, de itt P. Pakson van egy ismerősöm, aki ugyancsak használ eszközöket, ő egy elég komoly pozícióban dolgozik az erőműben, van neki földje, ültetett kukoricát, az egyik kent kb. 30%-kal több termés lesz, lett. És ez is egy kis lapocskával oldódik A flóra fauna lapot használta, és az egyeset, egyes lapot az antiparazitának. Mert leszedett olyan baktériumokat, parazitákat, amivel jobban tudott nőni. Továbbá csinált ő is egy másik, tehát vetőmagot is csinált vele. vető vetőmagnál majdnem 50%-kal nagyobb lett a hozam, és a minősége kétszer erős lett, mind az ennélkül. Tehát ez hat, tehát a bioszférában is minden eszköz hat. Ránk miért ne hatna? Azt hiszem, kedves nézőink, hogy látjuk ennek a hasznosságát, a könnyen használhatóságát, de mégis arra kérném, kedves Árpát, hogy így személyre, ránk emberekre egy kicsit vetítsük le, hogy mi mit csináljunk, hogyan menjünk, kihez menjünk és hogy használjuk őket. Mindenféleképpen ajánlom, akár lehet használni az eszközöket tanácsadás nélkül is. Tehát az oroszok azt mondják, Használt, rag rá vizet, kezelt idd meg, kész, viszontlátás. Mi ennél sokkal több szintet tudunk ajánlani, tehát a kölcsönös használatokat az egyik hat, mert vannak lapok minden leírásban, le van írva, hogy melyik melyikkel van kölcsönhatásban. Tehát például, amikor egy fizikai síkon maradjunk egyelőre, ne beszéljünk a szellemi van egy betegség, magas vérnyomás. Magas vérnyomás összetevődik nagyon sok mindenből. Eszközeinkből van olyan eszköz, ami csak a magas vérnyomásra foglalkozik, van olyan a szívvel és az erekkel, és van egy másik eszköz, ami csak az erekkel de mellette fontos egy alaptisztítás, mert az erek viszik azokat a káros anyagokat is, amiket, tehát ez lehet baktérium, lerakódások, kutyafüle, amik le tudnak dugászolni hajszálereket. Tehát itt ez egy komplex. Jó, van másik eszköz is például, amelyik azzal foglalkozik, hogy egy természetgyógyász eszköz oroszoktól jön, dihidrokvercetinnek hívják, ez egy természetes táplálékiegészítő, amelyik az ereket természetesen felhigítja és kitisztítja. Tehát ez egy probléma. Ezen kívül van még körülbelül 10 vagy 15 eszközben a specifikus vérkeringési problémáknak, meg egyéb mindenféle ezzel a rendszerrel, a magas vérnyomással összefüggő dolgoknál, rendszerekkel való összefolyások. Tehát mi azt meg tudjuk mondani, hogy ebben az esetben ez ez, ez, meg esetleg egy ilyen terápia, meg egy ilyen terápia. Meg egy ilyen más egyéb eszköz, ami lehet akár más is az orosz területekről, meg olyan, amit itthon is elérhető. Tehát ebben tudunk segíteni. Jó, ez a fizikai sík. A szellemi sík az, hogy a személynek esetleg vannak más problémája is, azt átnézzük. Azt, ahogy, azt el kell mondani az elején, hogy ne veszítsek vele sok időt, mert nálunk is az egy konzultáció, az azért időbe telik. Az időt megspóroljuk mindkét oldalról, és utána tudunk konkrétan lépni. Más másik szemszögből, tehát sokan kérdezik, hogy gyógyszerek mellett lehet -e használni, lehet használni. A gyógyszereket nem fogja zavarni, és soha nem mondom, hogy hagyjanak abba egy gyógyszert. Én mindig azt mondom, hogy használja a személy azt, aminek egy terápia már ki van alakítva mellette kezdje el, adjon egy esélyt magának, hogy megpróbálja ezeket az eszközöket, hogy mit fognak csinálni. Idővel változás lesz, valamikor nem érzünk semmit, de észrevesszük egy év folyamatából, ma voltam ürömön egy ismerősnél, aki használ két éve eszközöket, magas vérnyomással, azt mondta, hogy más dolgot nem használt, alternatívot, csak a kolcoveszközöket, és az elmúlt évben teljesen a vérnyomásával nem volt probléma. És lehetne például mondjuk egyszerre kezelni valakit, akinek érzelmi síkon is, meg fizikai síkon is van problémája? Természetesen lehet, mert az eszközök nincsenek szétválogatva, tehát nagyon sokan fizikai síkra hatnak, az összes eszköz nagyjából. Fizikai, síkra szellemi, és plusz csinál még extrát is. Tehát minden eszköznél van egy leírás, amelyikben lehet, hogy van egy mondat, hogy ezt csinálja ezt. Tehát beszéljek egy dologról, szor szoriázis, tehát például uh, Pikesömör. sömör uh, magyarul, uh, körülbelül tíz eszközbe le van írva, de hogyha valakinek van, a sömöre van, nem biztos, hogy mind a tíz eszköz kell neki. Tehát ebben a ponton tudunk segíteni, hogy ez, ez az eszköz kell, 40%-on, az 60%-on, ez a mi módszerünk, tehát én sem egyedül dolgozok, mögöttem azért vannak nagyon komoly szakemberek, akikkel tudok konzultálni. Uh -huh. Tehát nagyon sokszor még az is előfordul, hogy telefonon meg tudjuk mondani a személynek úgy, hogy mi a problémája, hogy még nem is beszélt róla. Tehát ezt a szintet azt hiszem, hogy nem tudom hányan tudják még csinálni, de van egy ilyen szint. Körülöttünk, Körülöttem van több ilyen személy, aki ezt a szintet jó. Ez egy másik, a többi része az összetevődik a tapasztalatokból ennek a tudásnak. Azt hiszem, hogy már eddig is nagyon sok érdekeset hallottunk, viszont én szeretném, ha most lépnénk a föntebbi szintekre, hogy ott mi történik. Szellem, tehát lelkület, jó, a lelkületről kicsit beszéltünk. Lelkületi állapotok, típusok, hangulatok... Beszéltünk a következő lépcsőben a szellemi negatív tényezőkről, amik zavarnak. Tehát ezeket ilyen átok. Tehát mostanában például asztrál szellemek. Az asztrál szellem az mi? Az asztrál szellem az egy olyan szellem, ami valaki úgy ment el, hogy nem akart elmenni. Nagyon sokszor a két világ között itt marad a szelleme. Szerencsétlen, tehát ez az egyik típusú az asztrálnak. A másik típusú olyan, hogy egy energetikailag legyengült ember, nagyon sokszor az, az alkohol meg az egyéb más betegségek, amik szenvedély betegségek, szétütik úgy az energiarendszert, hogy legyengül az ember, és ezáltal nem tud energiát kapni. Tehát ez az életenergiáról beszélek, tehát ez nem a 220 volt, Na most ebben az esetben ráakaszkodik valakire. Na most az élő ember hogy tudja ezt átadni? Tehát van egy szerencsétlen ember, amelyik ül a sarkon és kéreget, és én ránézek, és átérézem, és megsajnálom. Ezzel a megsajnálattal én kinyitottam a kapumat, energetikai kapumat, és adtam egy belépést az ő az enyémbe. Ő utána rám tud akaszkodni, és tudja szívni az energiámat. Ezek a vámpírok, az energia? Erre beszélnek energiavámp Jó, ez bizonyos típusok is vannak. Tehát ez az első része. A másik, az a halott szellem, ettől nem kell félni. Tehát az ember, amikor meghalt, és nem akart meghalni, itt ragad a két világ között. És a... ő tévejek, tehát keresi az útját, és amikor meglát egy jó energiájú embert, az úgy néz ki, mint a sötétben egy olyan ember, aki megy meg meg egy lámpával. És oda megy, és rátelepedik. Na most a baj akkor van, amikor több ilyen rátelepedik, mert ez tudja szívni úgy az energiáját, hogy később még az ő életbeli problémáit is átteszi erre a megszállt emberre. Uh -huh. Tehát az, az embernek elkezd fájni ott meg ott olyan dolgok, amik normálisan soha nem fájtak volna. És ezeket a típusú dolgokat, tehát ebből akár betegségszimptomák is kialakulnak, amit nagyon sokszor félrekezelnek, mert azt mondják, hogy van egy ilyen betegség. De nálunk ezeket le tudjuk szedni, és néha nagyon gyorsan. Tehát ez néha napok kérdése volt ilyen, hogy ilyen eseteket, ami évek óta problémát okozott neki, sikerült leszedni. Tehát jó, ez volt a második szint, ez a negatív oldali támadások, van még egy szint, az a spirituális emelkedés. Tehát arról sokat beszélünk, nagyon sokan erre a témakörre gyúrnak, de ezt nem úgy adják, hogy elmegyek, kifizetek egy tanfolyamot, és nekem megvan. Tehát ez a szint, ez nem erről szól. Ez a szint arról szól, hogy valaki Föl van emelkedve spirituálisan, az azt jelenti, hogy a szellemvilággal meg van egy kapcsolódása itt a fönti valamivel. Máshogy látja a világot, tehát ezekre mondják általában, hogy bölcsek. Valahogy más érzetei vannak, tudja a szabályokat, amit nem szabad csinálni másik emberek felé. De most itt jó, nagyon sokan végig mennek egy több folyamaton is, ahol tanulnak szellemiségű dolgokat, akármilyen tanfolyamot, akármilyen tudást, és utána keresnek egy ilyen szellemi emelkedést. A szellemi emelkedési lépcsőt ezt beavatási fokokba adják. A beavatási fokok azokat meg a mesterek, a tanítók adják meg ezeknek a személyeknek. Uh -huh. És ezt nem úgy adják meg, hogy itt egy könyvfiam is megvan, hanem itt ülök, ott ül a másik, és így el van neki küldve, mert ő neki megvan. Tehát ez pénzzel nem lehet megvenni. Vannak olyan személyek, akik, ez, akiket ez a témakér érdekel, mert valamiért lehet, hogy már így születtek. Na most mi, amiben tudunk az eszközökkel segíteni, hogy bizonyos olyan csatornákat az eszközök által a személy oda tud magához vinni, ami által tud erre kapcsolódni. Tehát kikerüli ezt a beavatást és nagyon sok olyan, tehát itt például a szláv istenekkel való kapcsolódás, jó, ez mindenkinek áll, elmegyünk a templomba, Istennel tudunk beszélni, imádkozni, miért? Azért, mert az egy szent hely, ami le van szellemi síkon is tisztítva. A papok millió ceremóniát csinálnak a tisztításról, miért? Mert van a másik oldal is. De most abban a pillanatban, amikor valaki erősebben tud kapcsolódni mind a sarki kocsmából, mert onnan nehezebben, mert ott az egész energetikája annak a területnek rossz, abban a pillanatban sokkal magasabban, tehát egy sokkal könnyebben kinyílhatnak neki a kapuk, hogyha már ő is egy emelkedett. Tehát, hogyha a rossz oldalon van, akkor az ajtó zárva van, ha jó, akkor ki van nyitva neki. És ezáltal egy csomó minden más olyan csatornát, olyan megtapasztalást, tehát például az elit nagyon sok lapja volt, a Manaszarovár, Zöld Tarat, ezek buddhista szent helyek. Tehát ide az emberek elmennek meditálni, körbe mennek, eltöltenek egy hetet, de most ezeket otthonunkba el tudjuk vinni. Mellette Mongóliából nagyon sok terület ilyen van, ami ugyancsak szent helyek, a tengrizmusnak a központja, a földnek az egyik csakrája, amelyik ott van. Tehát ezek olyan témakörök, ezek nem mindenkit érintenek meg, de ezek óriási segítségek, mert az életünk megváltozik úgy, hogy ez a helyszín ott van mellettünk alapok által. Hát nehéz megszólalni, nagyon sok érdekességet hallottunk, és a gyakorlati felhasználás is borzasztó sok színű. Én azt hiszem, hogy továbbra is az a megoldás, hogy kérjünk tanácsot, forduljunk egy szakemberhez, mint maga Árpád, és aztán úgyis mindenkire más lesz majd az érvényes. Jó egészséget kívánok mindenkinek. Namaste mindenkinek.